Egy kellemes helyszín születésnapokra, randevúkra, esküvőkre, vagy éppen baráti összejövetelekre. Felavatták az új miskolci palacsinta központot, ami tovább erősítheti az Avas turisztikai jelentőségét. A városból indult étteremlánc egyébként már 14 éve csalogatja Miskolcra a különleges palacsinták imádóit a világ minden tájáról. Ki nem szereti a palacsintát? Erre a kérdésre 10 emberből 9-en nem nyújtják fel a kezüket. A palacsintát mindenki szereti. Ezzel a gondolattal indult több mint 10 éve egy miskolci család sikertörténete, ami azóta is töretlen. A vállalkozás most megnyílt új központjában, akár 100 fős rendezvényeket is lehet tartani, de ide költözik egy fejlesztési központ, egy csúcs technológiás konyha, és a franchise éttermeinek bázisa is lesz az épület. Most jelen pillanatban a halásztanyának az újravarázsolt verziójában ülünk. Az egykori már előregedett épületet 2016-ban kezdték el felújítani, most pedig már csak hangulatában emlékeztet a régi étteremre. A palacsinta formája az új épület dizájnjában is visszaköszön. A székek, a díszítések és még a fogas is a kör alakú ételre utalnak. A desszertből főételi előlépő palacsinta nagy vonzerő a miskolciak és a turisták számára is. Miskolciak nagy kedvence vagyunk, hiszen nagyon sok miskolci kisgyerekes, nagygyerekes családok járnak hozzánk, illetve fiatal párok is akár randevúzási céllal. Viszont így a nyár kellős közepén azt tapasztaljuk, hogy a turizmus is elég erős. Beindult, úgyhogy hát most idén inkább a magyar vendégek az ország számos pontjáról meglátogatnak minket és kipróbálják ezeket a különleges palacsintákat. A beruházás turisztikai jelentőségét emelte ki köszöntőjében Miskolc polgármestere is. Verespál elmondta, a város jövőképében szimbolikus jelentése van az új palacsinta központnak. A város egyik kitörési pontjaként mi megfogalmaztuk, hogy egyértelműen a turizmus, vendéglátás, idegenforgalom lesz a városnak az egyik kitörési pontja, vagy már jelen pillanatban is mondhatom, hogy az. És ehhez szorosan, vagy ezzel szorosan összefügg az, hogy a gasztroturizmus is fejlődjön itt a városban. Külön érdekessége a helynek, hogy az Avas tövében vagyunk, vagy az Avas oldalában vagyunk. A turisztikai fejlesztések egyik fontos területe ugyanis éppen a belváros és a történelmi Avas fejlesztése, tette hozzá Verespál. A polgármester kiemelte azt is, hogy a városvezetés számára kifejezetten fontos a helyi kis- és középvállalkozások támogatása, ez a cég pedig erre egy tökéletes példa.